Indulat az ellentámadás. Mészáros majd megszakad, de eléri a labdát. Jopa kérné lövésre, Csurkó lövi el, aztán gól! Megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia. A Paks érvénytelen gólja után az ellentámadásból Csurkó egészen valószínűtlenül kanyarítja a bal sarokba a labdát. Vezet a Puskás Akadémia. Itt az előző gól, nem ez az érdekes, hanem az elrúgás pillanata, amikor Szabó úgy tűnt egyébként, hogy le sem van. Ez pedig a kontratámadás. És innen megfordul Csurkó, és berögja. Ballal átveszi, jobbal megtolja, és oda kanyarodik, ahova annak kanyarodnia kell. Itt van. Innen lehet jól látni.